Március 1. Egy kicsit hangosabb, hogy idáig nem hangosabb. Zsidó Házi asszony. Mert most megkérdezünk, hogy te csinálj egy szombat fogadásról. Mert ugye bent van már a szombat, de én tudom, hogy meg szoktuk gyűjteni. Nem esik nehezed? Nem. Előítélnek, hogy úgy mondjam, Jeremiás 7-8-9, ugye? Igen. Állj, az a beszéd, amelyet az Úr szólott Jeremiásnak mondván. Állj az Úrházának ajtajába, és kiáss ott te beszédet, és mondjad, halljátok az Úr beszédét, mint ti judabeliek, akik bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok az Urat. Jukát szeretettel köszöntjük, elfelejtettem mondani ezt. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Minden szombaton reggel 9-től nagyjából 11-ig szoktunk Bibliát olvasni, meg beszélgetni. Köszönöm, hogy így lehetek. És utána jogod van egy kicsit magadról beszélni, mert így szokott lenni. Így szól a seregek ura, Izrael Istene, jobbítsátok meg a ti útaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom a helyen. Ne bízzatok hazug beszédekben, mondván, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti útaitokat és cselekedeteiteket, ha igazán ítéltek az ember között és vele barátja között, ha jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem ontotok, és idegen istenek után sem jártok a magatok vezedelmére, akkor lakozom veletek ezen a helyen, a földön, amelyet a ti atyáitoknak adtam, öröktől fogva mindörökké. Imént ti hisztek a hazug beszédeknek haszon nélkül, nem de loptok, öltök és paráználkodtok, hamisan esküsztök, Baálnak áldoztok, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertek, és eljöttök, és megállottok előttem a házban, amely az én nevemről neveztették, és ezt mondjátok, megszabadultunk, hogy ugyanazokat az utálatosságokat cselekedjétek. Vajon latrok barlangjává letté ez a ház ti előttetek, amely az én nevemről neveztetik? Imé én is látok, azt mondja az Úr. Mert menjetek csak el az én helyemre, amely Silóban van, ahol először lakoztam az én nevemmel, és lássátok meg, hogy mit cselekedtem azzal az én népemnek, Izraelnek gonoszságáért. Most pedig mivel, hogy mindezeket, a cselekedeteket megcselekszitek, azt mondja az Úr, és mivel, hogy szüntelen szóltam, és szóltam tényektek, de nem hallottátok, és kiáltottam néktek, de nem feleltetek, azért úgy cselekszem a házzal, amely az én nevemről neveztetik, amelyben ti bizakodtok, és a helyen,
amelyet néktek és a ti atyáitoknak adtam, amint Silóval cselekedtem. És elvetlek titeket színem elől, amint elvetettem mindeti atyátok fiait, Efraimnak minden magvát. Isten, ne imádkozzál e népét, se jajszót, se könyörgést ne emelj érettük, és nálam közben ne járj, mert én meg nem hallgatlak téged. Nem látod én, te mit cselekszenek ők Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin? A fiak fát szedegetnek, az atyák gyújtják a tüzet, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy az ég királynőjének béleseket készítsenek, és az idegen isteneknek italáldozatokkal áldoznak, hogy engem felingereljenek. Ha vagy engem ingerelnek, éljük, azt mondja az Úr, és nem magukat é, hogy gyalázat borítsa arcukat. Azért ezt mondja az Úr Isten, ímé az én haragom és búsulásom kiöblik e helyre, az emberekre és a barmokra, a mezőnek fáira és a földnek gyümölcseire, és égni fog, és el nem aluszik. Ezt mondja a seregek Ura, Izrael Istene, égő áldozataitokat rakjátok a ti véres áldozataitokhoz, és egyetek húst. Mert nem szóltam a ti atyáitokkal, és nem rendelkeztem velük, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről, az égő áldozat és véres áldozat felől, hanem ezekkel a szavakkal utasítottam őket, mondván, hallgassatok az én szómra, és én istenetekké leszek, ti pedig az én népemmé lesztek, és mind csak azon az úton járjatok, amelyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok, de nem hallgattak, és fülüket sem hajtották felé, hanem az ő gonosz szívük fásultságában a maguk tanácsa szerint jártak, és háttal voltak felém, és nem arccal. Attól a naptól fogva, amelyen kijöttek a ti atyáitok Egyiptom földjéből, mai napig küldtem hozzátok minden én szolgámat, a prófétákat napról napra szüntelen küldöttem, de nem hallgattak reám, és fülüket sem hajtották felém, hanem megkeményítették nyakukat, és gonoszakú cselekedtek, mint az ő atyáik. Ha elmondod nékik minden szavakat, és nem hallgatnak reát, ha kiáltasz nekik, és nem felelnek néked, akkor ezt mondd neki. Az a nép ez, amely nem hallgat az Úrnak, az ő Istenének szavára, sem fenyítést fel nem veszi, elveszett a hűség, kiszaggattatott az ő szájukból. Nyírd le hajadat és vesd el, és kezd a hegyeket gyász éneket, mert utálja az Úr, és elhagyja e nemzetséget, amelyre haragszik. Mert gonosz műveltek előttem Júdának fiai, azt mondja az Úr, utálatosságaikat bevitték abba a házba, amely az én nevemről neveztetik, hogy megfertőztessék azt. És felépítették a Tófet magaslatait, amely a Ben-Hinnom völgyében van, hogy megégessék fiaikat és leányaikat tűzben, amit nem parancsoltam, és ami gondolatomban sem volt. Azért imé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, amikor nem beszélnek többé a Tófetről, nem a Ben-Hinnom völgyéről, hanem az öldöklés völgyéről is. Temetkezni fognak Tófetben, és hely sem lesz elég, és a nép holtteste az ég madarainak és a mezei barmoknak lesz eledelükké, és nem lesz, aki elriassza azokat. És megszüntetem Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin az örömnek szavát, és a vigasságnak szavát, a vőlegény szavát és a menyasszony szavát, mert elpusztul a föld. Abban az időben azt mondja az Úr, kihányják majd Júda királyainak csontjait és az ő fejedelmeinek csontjait, a papok csontjait és a proféták csontjait és Jeruzsálem lakosainak csontjait az ő sírjaikból, és kiterítik azokat a napra és a holdra és az égnek minden serege elé, amelyeket szerettek és amelyeknek szolgáltak, és amelyek után jártak és amelyeket kerestek és amelyek előtt leborultak, nem szedetnek össze, el sem temettetnek, ganéjá lesznek a föld színén, és inkább választja a halált, mint az életet az egész maradék. Mindazok, akik megmaradtak a gonosz nemzetségből, mindazokon a helyeken, ahol megmaradtak, ahová kiűztem őket, azt mondja a seregekből. Ezt is mondjad nekik, így szól az Úr. Úgy es neki el, hogy fel nem kellhetnek, ha elfordulnak és nem fordulhatnak én vissza. Miért fordult el ez a nép? Jeruzsálem népe örök elfordulása, a családságnak adtak magukat, visszafordulni nem akarnak, adták magukat, bocsánat.
figyeltem és hallottam, nem igazán beszélnek, senki sincs, aki megbánja az ő gonoszságát, ezt mondván, mit cselekedtem. Mindjárt az ő futópályájukra térnek, mint a harcra rohanó ló. Még az eszterág is tudja a maga rendelt idejét az égben, és a gerlice, a fecske és daru is megtartják, hogy mikor kell elmenniük, de az én népem nem tudja az úr ítéletét. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, és az úr törvénye nálunk van. Bizony imé hazugságra munkál az írás tudók hazug tolla. Megszégyenülnek a bölcsek, megrívülnek és megfogadtatnak. Imé megvetették az úr szavát, micsoda bölcsességük van tehát néki. Azért az ő feleségeiket idegeneknek adom, mezőiket hódítóknak, mert kicsintől fogad nagyik, minnyáján, nyereség után nyargalnak, a profétától fogva a papik minnyáján hamisságot üznek, és hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondva, békesség, békesség, és nincsen békesség. Szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek, de szégyenkezni nem szégyenkeznek, még pihulni sem tudnak. Ezért elesnek majd az elesendőkkel, az ő megfenyítetésük idején elhullanak, azt mondja az Úr. Végképpen véget vetek nekik, azt mondja az Úr. Nincs gerezd a szőlőtőkén, nincs füge a fügefán, a levele is elhervadt. Azt teszem azért, hogy tovább vigyék őket. Miért ülünk még? Gyűjjetek össze és menjünk be az erősített városokba és hallgassunk ott, mert az Úr, a mi Istenünk hallgatásra juttatott minket, és mérges vizet adott innunk, mert vétkeztünk az Úr ellen. Miért békességre várni, holott nincs semmi jó, gyógyító időre, holott imé itt van az éjedele. Dántól fogva hallatszik az ő lovainak tűszögése, béneinek nyerítő hangjától reng az egész föld, és eljönnek és megemésztik-e földet és mindenit, amilyen van, a várost és annak lakóit. Mert imé én vipera kígyókat bocsátok reátok, amelyek ellen nincsen varázslás, és megmarnak titeket, azt mondja az Úr. Megnyugodhatom én a nyomorúság felett, szívem elepedék bennem. Imé az én népem leányának kiáltó szava a messze földről. Nincsen éj ott az Úr a Sionon, nincsen éj azon az ő királya. Miért ingereltek fel engem az ő faragott bálványaikkal, az idegen semmiségekkel? Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Az én népem leányának romlása miatt megromlottam, szomorkodom, iszonyat fogott el engem. Nincsené balzsamolaj Gileádban? Nincsené ott orvos? Miért nem gyógyítatott meg az én népem leánya? Bár csak a fejem vízzé változnék, a szemem pedig könnyhullatásnak kutfejévé, hogy éjjel-nappal sirathatnám az én népem leányának megöltjeit. Bárcsak pusztába vinne engem valaki utasok szállóhelyére, hogy elhagyhatnám az én népemet és eltávozhatnám tőlük, mert mindnyáján paráznák hitszegők gyülekezete, felvonták nyelvüket, mint kézipüket, hazugsággal és nem igazsággal hatalmasok-e földön, mert gonoszságból gonoszságba futnak, engem pedig nem ismernek, azt mondja az Úr. Mindenki őrizkedjék a barátjától, és egyetlen atyátok fiának se higgyetek, mert minden atyafi cselbecsal és minden barát rágalmazva jár, egyik a másik ellen csúfoskodik és nem szólnak igazat, nyelvüket hazug beszédre tanítják, elfáradtak a gonosz tevésben. A te lakásod az álnokság közepében van, az álnokság miatt nem akarnak tudni felőlem, ezt mondja az Úr. Azért ezt mondja a seregek ura, én megolvasztom őket és megpróbálom őket, mert mit cselekedjem egyebet az én népem leánya miatt. Sebző nyíl a nyelvünk, álnokságot beszél, szájában békességesen szól barátjához, a szívében pedig lest hány. Vagy ne fenyítsem én meg őket ezekért, azt mondja az Úr. Olyan az eféle nemzetségen ne álljon én bosszút a lelkem. A hegyeken sírást és zokogást támasztok, és a pusztai ligetekben gyászéneket, mert kiégnek úgy, hogy senki sem megy keresztül rajtuk, és nem hallják a nyájok bégetését. Az ég madaraitól fogva a barmokig minden elköltözik és elmenekül. Jeruzsálemet pedig kőhalommá teszem, sakálok tanyájává, és Júda városait sivattaggá változtatom, hogy lakatlan legyen. Kicsoda olyan bölcs férfiú, hogy értse ezeket,
és aki ez az Úr szája szólt, hogy hirdesse azt, hogy miért vészel a föld és ég ki, mint a puszta, amelyen senki sem menjen keresztül. Mondta továbbá az Úr, mivel hogy elhagyták az én törvényemet, amelyet eléjük adtam, és nem hallgattak az én szómra, és nem jártak aszerint, hanem jártak az ő kevés szívük után, és a baálok után, amikre atyáik tanították őket. Azért ezt mondja a seregek Ura Izrael Istene, imé én megítettem őket, ezt a népet ürömmel, és megítatom őket mérges vízzel, és szétszórom őket a nemzetek között, amelyeket nem ismertek sem ők, sem atyáik, és ott utánuk küldöm a fegyvert, amíg megsemmisítem őket. Ezt mondja a seregek Ura, figyelmezzetek rá, és hívjátok a siratóasszonyokat, hogy jöjjenek el, és a bőrös asszonyokhoz is küldjetek, hogy jöjjenek el, és siessenek, és fogjanak síráshoz miattunk, és a mi szemeink is hullassanak könnyeket, és szempilláink fizetőbb leszenek, mert a Cionról síralomnak szava hallatszik, ó, hogy elpusztultunk, igen, megszégyenültünk, mert elhagyjuk-e földet, mert széthányták lakhelyeinket. Bizony, halljátok meg ti asszonyok az Úrnak szavát, és vegye be a ti fületek az ő szájának beszédét, és tanítsátok meg leányaitokat a sírásra, és egyik asszony a másikat jajgatásra, mert feljött a halál a mi ablakainkra, bejött a mi palotáinkba, hogy kipusztítsa a gyermekeket az utakról, az ifjakat az utcákról. Szólj, ezt mondja az Úr, és az emberek holtteste hever, mint a gané a mező, és mint a kéve az arató után, és nincs, aki összegyűjtse. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Ibé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és megfenyitek minden körülmetélkedettet a körülmetéletlenekkel együtt, Egyiptomot és Júdát, Edomot és az Ammon fiait, Moábot, és mindazokat, akik nyírott üstökűek, és a pusztában laknak, mert mindez a nemzet körülmetéletlen, és az Izraelnek egész háza is körülmetéletlen szívű. Hát, ezt olvastuk el egy lendületre, majdnem egy lélegzett vétellel, mert hogy ez a három fejezet nagyjából összetartozik. Ugye tudjuk, hogy nem volt ez régen fejezetekre bontva a Biblia, hanem ezt sokkal később végezték el, és pedig keresztény teológusok, de ma a Biblia hebraitában, a héber nyelvű Bibliában is ugyanazt a fejezetbeosztást használják, amit a Biblia szerkesztése mondjuk így idején adtak. Az más dolog, hogy nem ugyanabban a sorrendben vannak a héber Bibliában a könyvek, a tartalom persze ugyanaz. De a fejezetekre való beosztás és a versekre való beosztás az átöröklődött, és ezt használja a zsidóság is. Ugye így könnyebb megtalálni egy mondatot, hogy meg van számozva X fejezetnek Y-dik verse, és akkor meg lehet találni, hogy hol van mondjuk az a nagyon szép gondolat, szomorú szép gondolat, hogy nincsené balzsamolaj Gileádban, nincsené ott orvos, miért nem gyógyítatott meg az én népem leány. Tehát ez valami szanatóriumi környezet volt Gileádban, és ott készítették a balzsamolajat, ott volt ennek a sajtoló műhelye, és erről volt híres, és azt kérdezi itt a proféta, hogy hol van, hát miért nem gyógyít a gyógyító, és miért nem kenik olajjal a megszáradt sebszéleket. Azt is megemlíthetjük, hogy Jeremiás írói technikája az az ismételgetés. Ezt mondja az Úr, ezt mondja az Úr. És nem csak arról van szó, hogy ismétlés a tudás anyja, és ezért újra és újra elmond olyan mondatokat, gondolatokat, amiket már előzőleg is elmondott, hanem
akarja azt is hangsúlyozni, hogy ezek nem az ő felháborodott gondolatai, amik itt elhangzanak, hanem egy szócső, olyan valaki, aki azt mondja, mert ez a dolga, amit Isten rábízott. Nem ment könnyen Jeremiásnak se a munkába állás, hogy ő az Úr hangja legyen, de ugye mondja azt is neki az Úr, hogy ne félj tőlük, mert ha megijedsz, majd én riasztalak el. De ha a szavai kemények is, mert azok, azt kell hallania mindenkinek, hogy ez Istennek a véleménye. Ez nem az ő véleménye. Jó, egyetért az Úrral, de nem ő találta ki, hanem szócsövévé lett Istennek. Most ez egy fontos probléma minden igehirdető számára is, hogy ne a maga gondolatait próbálja népszerűsíteni, vagy pláne ne a hatalomnak az elképzeléseit. Hát most ugye, tudom, vannak gyülekezetek, ahol hirtelen felismerték, hogy a kínaiak nem is olyan rosszak, és arról kezdenek beszélni igényedetés közben is, hogy milyen jó, hogy a kínaiak jönnek, egyetemet csinálnak. Vagy beleszövik az igényedetésükbe azt, hogy a jelenlegi főpolgármester milyen helytelenül szervezi a forgalmat itt Budapesten. Lehet, hogy mindannyiuknak kellemetlenségeket okoz ez, de korábban, mintha nem lett volna szó arról. A korábbi főpolgármesterek, mintha mindent jól csináltak volna. Szóval oda kell állni a Jeremiásnak az ajtóba, állj az úrházának ajtajába, amikor jönnek az emberek a templomba, ez valamelyik fő ünnepen lehetett, amikor Jeremiás beszél, és kezdj el kellemetlenkedni. Na most a kellemetlenkedésnek is több formája van, tehát ha nem az Úr indít valakit arra, hogy szóljon be, csak úgy beszólogat, akkor abból mindig viszály és széthúzás lesz. És most is Jeremiást utálják, de azért mindenki tudja, hogy igaza van. Igaza van, és olyasmiről beszél, amiről nem illik beszélni. Mi a helyzet? Jojákin király első éveiben vagyunk, itt van a kis puskánk, amit láthatjuk Jeremiást itt alul, és valahol ebben a bolyban itt négy király között Jojákimot is, mert tovább van Pisti, beleállítjuk, tehát itt van valahol Jojákim ezek között, és ugye itt van, hol van Jeremiás? Megpróbálok. Igen. Tehát itt van valahol Jojákim, és itt van valahol Jeremiás alul. Fordítva nem látom. Hát az ő idejében vagyunk, az uralkodásának első éveiben. Előtte istenfélő király uralkodott Jósiáhú, akinek a reform törekvéseit elkezdték elfelejteni. Ez mindig így van. Hol fent, hol lent. Néha az emberek végig gondolják, hogy milyen következményekkel jár, ha elfordulnak az úrtól, akár rendszert váltanak, és akkor megint elkutyulnak. Megint elkutyulás jön, egy darabig, és aztán utána esetleg megint jön egyfajta rendszerváltás, és ez mióta a világ így van. Miért kiabálja azt, hogy jobbítsátok meg az útjaitokat és cselekedeteiket éppen a templom kapujában? Nem elégszik meg azzal,
hogy az emberek jönnek a templomba. És pont erről van szó, hogy, hogy nagyon vallásos időszak ez. Sokan vannak. Örömmel jönnek az emberek a templomba. De Jeremiás azt mondja, hogy édes Istenem, miért elégedtek meg ezzel a látszattal? Ez látszat, hogy jöttök a templomba, mert közben összekacsintotok a bálványimádókkal is, és nem csak az a baj, hogy az emberek ostobán olyan isteneket imádnak, amelyek bábuk, fából faragják, aranyból öntik esetleg őket. Nem ilyen buták, sosem voltak ilyen buták az emberek, Lidolbertek pláne nem. Pontosan tudták azt, hogy ezek bábuk, de azt is tudták, hogy a környező népeknek ez a kultusza az ő számukra anyagilag kifizetendő, vagy kifizetődő. És azért, hogy kedvezzünk másoknak, azért hajlandóak vagyunk az alapvető emberi jogokat csorbítani. Amiket olvasunk, az istentelenség. Várjatok, találjuk meg, ahol az özvegyekről, jövevényekről. És igen, hatodik vers, a jövevényt, árvát, özvegyet meg nem nyomorgattok. Ezen a helyen ártatlan, hogy ki nem mondtatok idegen istenek után, nem sem jártok. Tehát az özvegyek és árvák nyomorgatása az ugye arról szól, hogy nem tudják megvédeni magukat. Nincs támaszuk, nincs egy erős férfi a családban, mindent a nőknek kell csinálni. Ők cipekednek, ők újítják fel a lakást, vagy vezetik a rossz autót, meg én tudom, hogy mindent tennek a szegény özvegyek csinálnak, és nincs ott valaki, aki megállt parancsolna azoknak, akik kívülről megpróbálják a gyengeségüket kihasználni, és elvenni földjüket, házukat, értékeiket is. De az autóról beszéltem az előbb, de nem volt autó ebben az időben, csak véletlenül mondtam. És a jövevény, a bevándorlással kapcsolatos kérdés. Mióta a világ így van? Tehát mióta a világ az embereknek körülbelül 4%-a az állandóan változtatja a helyét, és arányaiban ez most is így van. Tehát nem fenyegeti Európát az, hogy egyszer csak itt minket elűznek, szép vallásunkat tönkreteszik és beülnek a helyükre, házaikba, elveszik munkahelyüket, vagy a nőkkel csúnya dolgokat csinálnak, és közbiztonság megszűnik, nincs ilyen. Tehát nem szokott több útra kelni, és ez nem is az alja nép. Tehát nem arról van szó, hogy azok indulnak útnak, akiknek nincsenek gyökereik saját hazájukban, hanem azok indulnak útnak, akik pénzét tudják tenni az értékeiket. Ha valaki közelről nézte a mostani menekült hullámot is 2015-ben, észre is vették, és a jobboldali sajtók ki is használta, és ilyenek születtek, hogy mennyi pénz van ezeknél, több pénz van, mint amennyit egy rendőr, egy határőr keres. Na de hát ezek mindent otthon eladtak, és azt a pénzt hozták magukkal, hogy valami újat kezdjenek idegen földön azután, akiknek nincs mit eladniuk, vagy nem piacképes a házuk, azok ott maradnak, azok először az adott szenvedő országon belül keresnek maguknak egy jobb helyet. Tehát itt lőnek, akkor átmegyünk egy megyével odébb, vagy átmegyünk a határon. Hát itt is 92-ben, talán az 1-ben, 2-ben az első menekültügyi támogatás, amit mi az oltalommal adtunk, egy Kását nevű falu a délszláv háború idején, egész falu átjött a túloldalra, valaha még Trianon előtt egy falu volt Kását, de volt ennek egyik fele a határ túloldalán, és átjöttek ezek a szegény emberek, és innen nézték, hogy mi történik a házukkal,
itt rettegtek ezen az oldalon, és várták a pillanatot, a béke pillanatot, amikor rohanhatnak haza. Tehát a többség így él, hogy legfeljebb a szomszéd országba megy át, és mondom, egy 4% az meg útnak indul. Na de, azok megérkeznek, és azt találják, hogy szöges drótkerítés mögé zárják őket, nem adnak nekik enni, bilincsbe verve viszik a szülőnő nőgyógyászatra, mert kitalálják azt, hogy bűncselekmény útnak indulni, nyomorgatják a jövőményt. És ez valószínűleg így volt akkor is, hogy valakinek üzlet ez, és ha nem tud sokat szakítani, akkor minden kényelmetlenséget megpróbál megtorolni. És azt mondja Jeremiás, ezt az Úr utálja. Mert meg lehet téveszteni az embereket, de Isten utálja azt, hogyha a bajba jutott embert kihasználják, megalázzák. Ugye idegen helyen, ahol nincsen tisztázva, hogy milyen jogokra számíthatnak, ott visszaérni ezzel a kiszolgáltatott helyzetükkel felháborító, nem Istennek tetsző dolog. Még ez akkor is így van, hogyha más vallást követnek, mert a bevándorlás akkor is, Izraelbe menekülés akkor is olyanok részéről történt, nem a diaszporában lévő zsidók menekültek vissza, az hazatérés lett volna, hanem más vallású emberek. Na most azt a kultuszt, ami ellen itt Jeremiás ágált, azt nem ők hozták magukkal. Örültek, hogy kaptak enni, kaptak szállást esetleg, vagy hogy megúszhatták magukat átmenetileg valahol kis bérmunkát, végezhettek, de nem akarták megváltoztatni a befogadó országnak a vallási képét, hanem ez a sütögetés a béleseknek, Károly így fordítja, ilyen kis teasütemények voltak talán ezek, holdacska formájúak ilyen. Ezt mondják le, nem tudom, nem láttam egy ásatásnál se került szerintem elő ilyen, de valamiért így gondolják, hogy formájukban csillagbocskák, meg holdacskák voltak ezek, és hát ezt ették nagy boldogan, jelezve a külkapcsolatokban, hogy ám mi ránk lehet számítani, és nem áll olyan erős lábokon a mi hitünk, hogy ne bocsátanák áruba, hogyha ez nekünk kedvez. Na most ez az, ami ellen Jeremiás itt a kapuban kiabál, és akkor mindenkiben egy kicsit meghűl a vér, hogy jé, hát van az én táskámban nem csak egy kis macelsz, hanem van ott bélés is, mármint nem a talisznyám bélése, hanem valamilyen kertésztából lett sütemény, és ez úgy készült, hogy a fiúk elmentek fát szedni, az apák tüzet gyújtottak, az anyák gyúrták a tésztát, és kisütötték, és sokat mulattunk, amikor ettük, finom is volt, nem ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy nem lehet kétfelé bicegni, ide is, oda is. Örök probléma, hogy meg akarunk felelni valakinek, aki gyógyíthatatlan sebet ejt a lelki ismeretünkben. És nálunk különösen itt Magyarországon egy nemzeti vonás az, hogy megalkuszunk, gyáván hallgatunk, mert fel kell nevelni a családot, meg kell őrizni a munkahelyen, és egyéb dolgokat, és latrokban lagjává teszik ezáltal az úrházát. Példa, amit Silóról említ, hát most jó lenne, meg tudnánk mutatni egy térképen, hogy hol van ez a Siló, csak azért, hogy valamit megint tanuljunk, megmutatom itt ezen a pici térképen, Pistit megkérjük, hogy jöjjön és vegye fel, ha előttetek van, ugye ez a keskeny nyakkendőszerű ország, és a Jordán mindenkinek megvan. Itt látjátok, ugye a zöldebb rész az a víz melletti terület, termőföld,
Jordánnak a vidéke, akkor itt nagyjából a Holtenger tetejénél egy kicsit elmegyünk kelet felé a földközi tenger irányába, ott van Jeruzsálem. Jeruzsálem. Nem is hittük, hogy itt van, ugye az ország közepében, és attól egy picit felfelé elmozdulunk. Ilyeneket látunk Jeruzsálem fölött, mint Gibea esetleg, vagy Bétel, vagy Efron, vagy Gilgál, és akkor egy picit elmozdulunk a Jordán felé, és ott van Siló. Tehát az is így az ország közepe táján van. Nem tudom jobban mutatni, itt van Gilgál fölött Siló. Megvan? Akinek térképe van? És ott volt 360 évig a szentély, a tábori szentély, a sátorra. Emlékszünk arra a történetre, amikor, azt nézem még meg, hogy Siló kinek a területén volt, de túloldalon, Jordán túloldalán van Gád, hát ez Júda Benyámin határa. Talán Efraim, igen, így van. Tehát a József leszármazó, az Efraimi hegyvidék itt. És ugye azért volt az is az ország közepén, hogy minden innen jól meg lehessen közelíteni, és a honfoglalás után itt rakták le a sátrat, vagy itt építettek a sátor mellé, köré, kőkerítést, kőfalat, vagy fölé esetleg egy házat. És ha emlékeztek rá, a Bírák könyvében itt volt Éli főpap. És itt szúnyogkált, itt volt a kis Sámuelnek, Sámuel könyvében, ez nem is a Bírák könyvében, Sámuel könyvében, nek az elején van. Itt volt Sámuel is gyerekként, egy kis templom szolga. Itt hallotta az Úr hangját, és mondta, szólj Uram, mert hallják a szolgát. És az történt, hogy Éli fiai ott kihasználva a helyzetüket, a nőket zaklatták. Ez is egy régi történet, tehát nem a televízió központ volt ott, nem tudom én mi is, hogy egy jó állásért muszáj volt engedni a férfiak tolakodásának, de ott is így volt, hogy a szentély körül való szolgálatban résztvevő nőket, Éli fiai elsősorban, és hát az ott lévő elit ágyasként próbálta használni, és az Úr megutálta ezt az egész dolgot, és Éli idejében ugye egy ütközetbe elvitték az Úr ládáját, oda veszett, és Éli ebbe halt bele. Nagyjából a Bírák korának a vége, ez Sámuel idejében, aztán ő lesz az utolsó bíró, az ő idejében kerik fel az első királyok, az kezdődik a királyok kora. Na most Dávid idejében ugye Jeruzsálembe kerül az Úr ládája, ott egy új sátrat építenek először neki, és Dávid fejében megszületik a gondolat, hogy hát a királyi palotát tudtunk csinálni, akkor miért ne építhetnénk az Úrnak egy stabil házat. És ahol most a siratófal áll, az ugye a templom területnek a kerítése volt, az Titus azért nem romboltatta le, mert olyan pici volt maga a templom, hogy kinevették volna őt, hogy két évig ostromolta, nem tudta bevenni. És azért tudta bevenni, mert mert a védők úgy összevesztek, hogy nem tudtak megegyezni, és tulajdonképpen ők maguk gyújtották fel a szentélyt, azt ugye időszámításunk után 70 körül történt, és
menekülőre fogták a dolgot, akik tudták, úgyhogy Titusnak csak be kellett sétálni végül. Önmagukat győzték le a védők, mert összeférhetetlenek voltak, de most nagyot ugrottunk előre, ez is jóval Jeremiás után történt. Ő csak azt mondja, hogy megszűnt a silói szentély, pedig mennyire szerették az emberek azt is. Menjetek csak el és nézzétek meg, hogy romok vannak, ott dudva nő, szamárkóró nő, kis vadállatok vannak, sakálok mászkálnak ott, meg magyok a romokon. Hát ezt akarjátok, hogy Jeruzsálemben is ez legyen kóborkutyák, magyok, ez az éjjé boszorkány egy helyét, még ezt is mondja, ez nem seprő lovagló nőnemű szellem, hanem egy madárnak a neve állítólag az éjjé boszorkány. Tehát ezek a huhugó, rossz hangú, ijesztő madarak és mindenféle szemétben turkáló kóbor élőlények lesznek ott, amit ti most imádtok és szerettek. És ne csapjátok be magatokat, hogy sokan járnak templomba, sőt, ne tévesszen meg benneteket az áldozat, mert eredetileg ezt nem várta az Úr. Nem azt várta, hogy áldozatot hozzatok, hanem azt, hogy tartsátok meg a törvényt. Tehát nem azt kérdi, mint a mondaná Jeremiás, tőletek se, hogy hozzatok áldozatot, és egymást túl licitálva dobáljátok a pesejbe a pénzt, hanem hogy tartsátok be a törvényt, és ne billenjetek hol ide, hol oda, csak azért, hogy benne legyetek az éppen uralkodó elitben, és legyenek kereskedelmi kapcsolataitok, és egyebek, olcsó munkaerő, az autópiac számára, igen, lehetem, hogy nem volt autó, volt akkor abban, de kocsi volt. De az is lehet, hogy ezt sem mondják. És hát ez így maradt, mondja Jeremiás rajta keresztül az Úr, mert mindig azt mondogatja, hogy ezt mondja az Úr, akkor úgy fognak járni, mint ahogy Siló járt. Most említ itt más helyszíneket is a 31. versben, a 7. fejezet 31. versében a Tófet magaslatai és Ben-Hinnom völgye. Ez a Ben-Hinnom völgye és Tófet, ez a pokolnak és a holtak irodalmának a jelképe. Géhinnom. Ugyanaz. Hinnom utódainak a völgye. És a Tófet, ami, hát mondom, a temetőhely, de most nem lesz hely, az öldöklés. Nem így fogják hívni, hanem az öldöklés völgyének. Temetkezni fognak Tófetben, és nem lesz elég a hely. És azzal folytatódik a 8. részben, hogy nem csak, hogy a frissen elhunytaknak nem így temetőhely, hanem ki fogják haigálni a régieknek is a csontjait. Kirakják a napra, holdra, tehát látványá lesz. Ez a legnagyobb szégyen, hogyha valakinek a csontjait nem fedik be, nem takarják el, hanem napvilágra kerül, és megbotránkoznak az emberek, akik látják. Hiszem, amikor nagyapámat exhumálni kellett, akkor valaki a családból piszkálta a koponyáját, engem nagyon zavart a dolog, és fölvetette, hogy ő szívesen hazavinni az íróasztalára dísznek. Isten őrizzen, hát mit képzel? Nem szabad így gondolkodni, hát ez nem egy tárgy, amit hát lehet, amit dísztárgyként lehet az íróasztalon
szemlélni azután. Azt mondja Jeremiás, hogy ez lesz a vég, hogy kidobálják a csontot is, és kirakják a napra, holdra, ez azt jelenti, hogy éjjel-nappal, nem azt, hogy föllövik a holdra, és ott fogják kirakni, hanem a nap aszalja, és a hold is megcsillan a kifehéredett csontokon, éjjel-nappal. Ott lesznek az emberek elő, hogyha nem változtatják meg az útjukat, gondolataikat. A 7. vers a 8. részben, gondolom, hogy az új fordítás nem Eszterágot ír, hanem Góját, az Eszterág régi neve, a régi neve a Gójának. Meg van még egy neve a Gójának, de most nem teszem be írtelen. Régi neve, de az Eszterág is az. És a fecske és a darú, a gerlice az ugye nem költöző madár talán, de a fecske és darú igen, és az Eszterág is. Ezek pontosan tudják, hogy mikor kell indulni, mennyi idő kell ahhoz, hogy elérjék a következő helyet, ahol esetleg fészkelnek, Magyarországot mondjuk például. És ezek a kis madarak ki tudja honnan tanulják, de az én népem nem tudja az Úrnak a törvényeit, ítéleteit, és nem arról van szó, hogy nem tanulták meg, hanem ismerve nem tudják, nem akarják tudni. Egy lelkész csinálta egyébként, miután nagyon sokan jártak hozzá fecsegni, hogy megalapította az Eszterág és Fecske alapítványt, és hogyha valaki fél óránál tovább vette igénybe az ő idejét, akkor elővett egy kis csekket, és kötelezte az illetőt arra, hogy fizessen be valamennyi összeget az alapítvány javára, mert hogy a gólya és a fecske tudják, hogy mikor kell elmenni, és hogy nem tudja, hogy mikor kell felállni a székről, és békén venni a szegény papot. Hazugsággal gyógyítgatják éppen leányának romlását, a béke, ja, mi is ismerjük a béke, korszakot, a békeharcnak az idejét, nincs semmi jó, várunk a gyógyító időre, holott nincs, és már ez a Dántól fogva hallatszik az ő lovainak tüsszögése. Ugye Petőfi is olvasta a Bibliát, és innen jön ez hogy is van? Amikor, amiben az ott tessem elén a harcvezeim, ott fogja az ifjú idegi szívem bőr. Tehát ott van a lovak lobaja. Hogy szól az a rész? Igen. Ott hagyjanak engem összetiporva. Mi van előtte? Na mindegy, nem jut eszembe, de hogy ezek a gondolatok ihlették Petőfit, amikor ugyanazt az ijesztő képet vázolja fel, amit egy lovas roham jelent. Képzeljük el, amint gyalogságként megyünk a mezőn, és egyszer csak halljuk a lovak tüsszögését, nyerítését, és a föld reng a vágtató méhektől, és legázolnak bennünket, nem tudunk hova kitérni, rettenetes érzés lehet, és azt mondja Jeremiás, már hallatszik Dán a legészaki település volt, Dánnál már jönnek befelé az oroszok. Bocsánat, a védek perzsák is, nem tudom én kik, jönnek befelé, már hallatszik a lovaknak a nyihogása is, és a patáknak a dübörgése, és még mindig nem tértek észre, még mindig nem változtatjátok meg a szokásaitokat. 9. rész azt mondja, hogy bárcsak víztoronnyá lenne a fejem, és a szemem egy húttá, hogy folyna a könyv a szememből, emiatt nem változnak meg a dolgok, még a barátokban sem lehet megbízni, azért én bízok bennetek, mondta
van is, de azért itt van a szövegben, hogy sebző nyíl a nyelvük, álnokságot beszél, szájában békességesen szól barátjához, 8. vers, szívében pedig lest hány. Tehát a szavak és a tettek, a szívnek a gondolatai nem fedik egymást. Feljött a halál a mi ablakainkra, hát szörnyű kép, képzeljétek el a halált, amint bekukucskált az ablakon. És jött nem ijeszgetni a gyerekeinket, hanem egyszerűen magával sorolni. Bejött palotáinkba, hogy kipusztítsa a gyerekeket az utakról, ifjakat az utcákról. És akkor itt a záró gondolatok. Ne dicsekedjék a bölcsességével, hanem ha valaki gazdag a gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet, igazságot gyakorlok a Földön, mert ezekben lelem kedvem, ezt mondja az Úr. Tehát nem számít az anyagi helyzet, és nem számít a fundán egyetemen szerzett diploma, vagy hol, nem tudom, mit eszembe, hogy milyen helyek vannak még, ahol esetleg kupálódni lehet. Egyetlen dolog számít az, ha az ember történjék bármi, tartja magát az elvekhez, az eredeti értékekhez. Na hát, akkor lapozzunk át. Mózes 5. könyvébe, az 5. könyv 26. fejezetét kezdtük el. Az a címe ugye a szakasznak, a kitávó, bét van, a kitávó, a távó, ez a mikor pedig bevész. Ezt jelenti. Mikor bemész a földre, akkor boldog örömmel fedezed fel, hogy a fák gyümölcsöt teremnek. Örömmel felfedezett, hogy vannak gyümölcstermő fák, akkor ne es neki mohón, hanem a zsengét, az először felfedezett gyümölcsöt, azt megjelölik egy kis háncsból való kis mancakkal vagy szalaggal, és amikor a szület ideje eljön, vagy ezt az először felfedezett szőlőfürtöt, ezt fölviszik a templomba. Ugye 3 tizedet adtak abban az időben, az első tized ez a zsengéknek az áldozata, amit fölvittek a templomba a papságnak, Lévi törzsének, hiszen ő nekik nem volt lehetőségük termelni, tehát ők abból éltek, amit a többiek nekik fizettek. Ha nem jól végezték a dolgukat, vagy elkutyult a nép, akkor koplaltak, és elmentek esetleg bérmunkába a törzsekhez, a többi törzshöz, de ők nem tudtak, nem volt saját földjük, csak éppen valamennyi legelő a városok körül, kis háztályi, mondanák így. Mai szóval volt egy kis háztályi a Lévi törzse számára. És hát ezért csak nagyon szerényen termett, ahol nem tudták volna fönntartani a Lévi törzsét. Ezért az első tized őket illette. A második tizedet a Jeruzsálembe fölmenő család maga fogyaszthatta el az Úr előtt, ott együtt a szolgálatot végző személyekkel,
és a harmadik tized volt a szegényeké. Tehát a szegények kapták a tizedüknek a harmad részét, hogy úgy mondja, az egész éves tizedének, nem ugye mezőgazdasági nép volt ez, nem tudtak hónapról hónapra tizedet adni, nem havi fizetés volt, amiből tizedet adtak, hanem amikor a betakarítás, az aratás után megtörtént, akkor ebből a gabonából, sajtolt olajból és gyümölcsökből, meg az ezen fölnevelt állatokból fölvitték a tizedet, vagy megváltották ezt pénzzel. Meg volt szakva, hogy mennyit ér, és aki nem természetben hozta el a tizedét, az fizetett pénzben. És amikor ezt a tizedet fölhozzátok, akkor mondjátok ezt a mondókát, ami az ötödik verstől kezdve a tizedik versig tart, és szólj és mondjad az Úr előtt, a te Istened előtt. Veszendő mezopotámiai volt az atyám, és alámment Egyiptomba, és jövevény volt ott. Keves magával, nagy, erős és temérdek néppé lett, ott bosszúsággal illettek pedig minket az egyiptombeliek, és nyomorgattak minket, és vetettek rá kemény szolgálatot. Kiáltottunk azért az Úrhoz, a mi atyáink Istenéhez, és meghallgatta az Úr a mi szónkat, és megtekintette. Amikor erős kézzel kinyújtott arra, nagy rendbentéssel, jelekkel és csodákkal. Hozták, ez egy ünnepélyes dolog volt, hozták a kosarakat, és akkor ott, amikor ezt a mondókat végigmondták, megfogták az oldalát, és lerakták. Még azt is fölgyűjtették, hogy gazdagok ilyen aranyezüst dobozokban, vagy a gyümölcstálakban hozták ezeket a gyümölcsöket, de nem mindent hoztak így, hanem voltak itt a szolgacipert, de nagy kóved volt, ha valaki volt, följegyezték valamelyik királyról is, hogy ő is beállt oda, és vitte a vállán a kosarat. Szegények meg fontak erre hácsból, vagy veszőből kosarat, és azt is följegyezték, hogy ez kosaras tulott maradt. Tehát a gazdagok kiöntötték, amit hoztak, hazavitték az aranyezüst, tálakat és egyébként az nem maradt, ott szegények kosara ott maradt a lévitáknak. És igen, ott itt van aztán ennek a menete, hogyan adják oda, hogyan szól a végén egy áldás, mondjad az Uram, de Istenre, kitakarítottam a szent részt a házból, és odaadtam azt a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek, mindent te parancsolatod szerint, amelyet parancsoltál nékem. Nem ágtam át egyet sem a te parancsolataidból, sem el nem felejtettem, nem ettem belőle gyászomban, nem pusztítottam belőle tisztátalanul, és halottra sem adtam belőle, hallgattam az Úrnak, az én Istenemnek szavára, aszerint cselekedtem, amint parancsoltad nékem. Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből, a mennyekből, és áld meg Izraelt, a te népedet, és a földet, amelyet nekünk adtál, amit megesküdtél a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földe. És így tovább, ezeket kellett elmondani, és azzal erősíti meg Mózes, nagyon bölcsen látja, hogyha kiteszi a lábát, mármint ha meghal, akkor hát fognak jönni nehéz napok, hiszen annak idején csak 40 napra ment el, amikor fölment a hegyre a parancsolatokért, és mégis bálványimádókká lettek e közben, és aranyból jut
készítettek. Aztán 27. részben amikor átmentek a Jordánon, amelyet az Úr a te Istened át neked arra a földre, nagy köveket állíts fel, és meszeld be a köveket, ilyen útjelző valami, és erre apró betűkkel pingáljátok fel a mészre, a bemeszelt kő darabokra a törvénynek minden igéjét, tehát ezzel kezdődjék a honfoglalás, hogy a fehérrel bemeszelt határkövekre föl kellett apró betűkkel írni a törvény összes igéjét, mihelyt átmentek a Jordánon, és az Ebál hegyén kell ezt ott építsetek oltárt az Úrnak, Istenednek, olyan kövekből, amelyeket vassal meg ne farag, nálunk is ott a templomban elől olyan kövek, hát nem mondhatom, nincsenek megfaragva, ahogy kirobbantották a kőbányából, úgy vannak ott az oltártérbe, épp kövekkel építsd az Úrnak, a te Istenednek oltárát, tehát már eleve tréfli, ami ott van, mert nem épp kövek, hanem bányászott kövek, tehát úgy, ahogy az ember a mezőn találja, vagy a patakmederbe, és áldoz azon a helycén van egy olyan úrasztala, mondjuk így, amit 12 olyan kőből raktunk össze, amit úgy találtunk ott a ház körül, mert olyan a kő, amilyen. A tégla az olyan nagyon szabályos, és nem téglákká akar az Úr bennünket tenni, hanem élőkövekké. Amilyenek vagyunk, különbözőek, és ebből kell oltárt építeni Istennek, nem téglákból, nem egyenlő kockákból, hanem ahogy a természet faragta meg azt, és mégis közösen mind ugyanazt a szentüket szolgálják. Fel van rájuk írva az Úr minden igéje. Na most itt van az Ebálhegyi átok a 11. verstől kezdve, kicsit hosszabb, mint az áldásokról szóló rész, ami az átkot a nép egyik fele hallgatja meg, Simeon, Lévi, Júda, Izsakár, József és Benyámin, ezek állnak fel a nép megáldására a Garizim hegyén, mondja a 12. vers, és akik az átkozásra felállnak az Ebál hegyén, Rúben, Gád, Áser, Zebulon, Dán és Naftali. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a törzsek átkozottak, a többiek áldottak, hanem ki az egyik, ki a másik szöveget hallgatja meg, és aztán kicserélik tapasztalataikat. Átkozott, aki öntött képet csinál, elrejti azt, aki kevésre becsüli apját, anyját, aki elmozdítja a fele barátjának határát, aki lecsal a mezőből, aki félrevezeti a vakot az úton, aki elfordítja a jövevénynek, az árvának és az özvegynek igazságát. Hát figyeljünk csak, hogy mik vannak, tehát aki rátehénkedik a mások ingatlanjára, és elkommunikálja a maga számára a közvagyon. De aki menekült kérdésben embertelenül viselkedik, aki az iskolát és a családvédelmet mondjuk kijátsza a katolikus egyháznak, bocsánat, nincsenek itt katolikusok, ha jól látom, ahogy ez most történik, tehát az átkozott. Aztán, hát a többit nem olvasom, mert elég csúnya dolgok vannak itt, hogy a szexuális életben ki milyen malacságot követ el, hosszan sorolja ez, majd a 24. versben, aki megöli a fele barátját titkot, tehát lest egy, nem aki véletlenül halált okoz, vagy aki ajándékot fogad el, hogy ártatlan lélek vérét ontj.
bocsa, tehát aki megvesztegethető a törvény előtt. Aki meg nem tartja a törvénynek igényt, az átkozott. Na most ki az áldott? Áldott leszel harmadik vers 28. részben a mezőn, áldott lesz méhet gyümölcse, földet gyümölcse, barmodnak gyümölcse, tehenednek fajzása, juhaidnak ellése. 5. vers, áldott lesz a kosarad, a te sütőteknőd, áldott leszel bejöttödben és áldott leszel kimenetelben. Ez a bejöttöd a születés és a kimenetel a halál. Tehát a halál is áldott tud lenni, hogyha az ember az áldásnak a hordozója, még holta után is beszél. Tehát nem az lesz, amit olvastunk ugye itt Jeremiásnál, hogy a csontjaikat is kidobálják a sírból, és utálattal gondolnak rájuk, hanem az emlékezetük áldott marad. Tehát kosarat sütő, bejöveteled, kimeneteled, megszalasztja előtted ellenségeidet, áldást parancsol melléd az Úr csüreidben, mindenben, amire ráteszed kezedet, megáld téged azon a földön, felkészít téged magának szent néppé, ahogy erre megesküdött, és megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled. Az Izrael, ugye ebben az él benne van az Istenre való utalás, tehát az Úrról nevezteti ez a nép. Nem tudom, hogy a magyarban mi van, mert ott is mindig mindenki azt gondolja, hogy ez valami, ez nem tudom, az agyarral van talán. Mi az agyar? Most hülyéskedek, csak bocsánatot kérek, de az Izrael élben tényleg benne van az Istennek. Ezt nem vetted, ugye, Pisti, vagy ezt is vettük? Mi az agya? Bocsánatot kérek. Számra ütök. Ez nem volt helyén való dolog. Tehát megnyitja neked majd az Úr az ő fejét, tesz az Úr téged, és nem farká. Tehát aki farok, az nem igazán az Úrtól való. És fővé akar tenni minket az Úr, mindig a fejé. Válsz, és akkor megint visszatér az átokra, ha pedig nem hallgatsz, akkor az átkok jönnek rád a városban, a mezőn átkozott lesz kosarat, sütőteknőd, méhet gyümölcse, földet gyümölcse, tehát mintegy az áldásokat megfordítja, és azt mondja, hogy ami áldott lehetne, az átkozottá válhat, és tapogatni fogsz délben, 29. vers, mint a vak a sötétben, és szerencsétlen leszel a te utaidban, sőt, elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, aki megszabadítson. Felséget jegysz el magadnak, de más férfi hál vele, házat építesz, de nem laksz benne, szőlőt ültesz, de nem vesz annak hasznát, ökröd szemed előtt vágatik le, és nem eszel abból, szamarad elragadtatik tőled, és nem tér vissza hozzád, juhaid ellenségeidnek, adatnak nem lesz, aki megszabadítson. Fiaid és leányaid más népnek adattatnak el, szemeid néznek, epekednek utánuk egész napon, és nem lesz erő a te kezedben, földet, gyümölcsét és minden fáradtságos szerzeményedet oly nép emészti fel, amelyet nem ismertél, megtébolyodol a látványtól, stb. Szörnyű dolgok, ezek sajnos bekövetkeztek, de rossz következtetést vontak le ebből azok, akik olvasták ezeket az igéket, mert azt gondolták, hogy ez a zsidóknak szól, pedig nem, mindenkinek szól, aki nem tartja be az Úrnak a törvényeit, mindenkinek szól, aki visszaél a hatalmával, aki bántja a szegényt, az kockáztatja a népének a szabadságát és méltóságát, mert úgy tűnik el esetleg a népnek a szabadsága és a megbecsültsége, hogy nem fognak rá emlékezni, ugye, amit olvastunk, kiég az egész terület, és
és az emberek nem is fogják elhinni, hogy ott valaha emberek laktak, és jól érezték magukat, boldogok voltak, nevettek, táncoltak. A 29. résznek a 8. verséig tart ez a szakaszunk. A Moab földjén, 29. rész első verse mondja ezt a Hóreben. Hát most akkor megkereshetnénk a Hórebet, az is itt van. Valahol a Moab földje. Mindjárt nézzünk egy honfoglalás kori térképet. Ugye az nagyon pici. Hát a Moab földje az itt alul van, valahol, ezen a területen, tehát mondjuk így, hogy a Dél-Izraelhez közel lévő terület, itt vannak az edomiták és moabiták még lejjebb. Azt nézem, hogy esetleg ezen a térképen nem látjuk. Hát. Nem, nincsen föltüntetve. Föl van tüntetve? Látjátok valami? Holtenger alatt. Hát van egy ilyen, hogy Kir-Moab, igen, Kir-Moab. Tehát a jelmagyarázat takarja le Moabnak a területét. Igen, egyet lapozunk, akkor ott már látható 12 törzs elhelyezkedése Kánaánba. Szemben Simeonnal a túloldalon, a Jordánnak és a Holtengernek a túloldalán. Ott van Moabnak a földje. És ebből az irányból közelítették meg az országot, Moab felől. Ugye itt Moab fölött már látjuk Ruben, Gád, Manasé, ezek a törzsek, amelyek nem akartak átjönni a Jordánon, és a Holtenger fölött egy kis újnyira vagyunk, akkor ott látjuk Jerikót. Jerikónál jöttek át a Jordánon. Alulról Moab felől, közben elfoglalták a Ruben földjét, a Gád földjét és a Manassénak a Jordán túloldalán lévő földjeit, ők ott letelepedtek, nem jöttek át a Jordánon, csak a honfoglalásban vettek részt, csatákban, aztán hazamentek a családhoz, addig az öregek, asszonyok, gyerekek voltak, azon a vidéken nyilván valami őrség is, de itt alattuk van a Moab és Edom vidéke. Ott az utolsó tábor helyen kötötte az Úr, az a barna kőzet, ott az a hegy, amin a Hóreb hegyét látjuk, annak egyik csúcsa, azonnal Mózes is megszemlélte az ígéret földjét. Negyedik vers, harmadik vers, második versben kezdődik ez. Láttátok mindazt, amit szemeitek előtt cselekedett az Úr, Egyiptomban a fáraóval, mindenő szolgájával, egész földjével, a nagy kísértéseket, amelyeket láttak a te szemeid, a jeleket és a nagy csodákat. De negyedik vers, nem adott az Úr nektek szívet, hogy jól értsétek, szemeket, hogy lássatok, füleket, hogy halljatok minden mai napig. Mind emellett is vezérlettette titeket a pusztában 40 esztendeig, tehát ha nem is értettétek, hogy mi történik, de vezetett az Úr, nem koptak le ruháitok rólatok, sarut sem kopott le lábadról, kenyeret nem ettetek, bort nem, részegítőitől nem ittatok, tehát egyfajta bőjt volt ez a 40 év, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr a ti istenetek, és eljutottatok e helyre, kijött elünkbe Szihon,
Hesbonnek királya és Óg Básánnak királya, hogy megütközzék velünk, de megvertük őket, elvettük az ő földjüket, és odaadtuk örökségül Rubenitáknak, Káditáknak és a Manasé törzs felének. Tartsátok meg azért e szövetségnek igéjét, és azerint cselekedjetek ezzel. Ezzel folytatódik majd a következő szakaszunk, végső szakasz talán, amivel befejezzük a könyvnek az olvasását, majd elaprózva a könyvnek a végét. Na most, ugye az Ézsaiás 60 volt a haftarán. Gyorsan olvasom. Bírjátok még türelemmel, figyelemmel? Hiányzik a szemüveg. Hogy? De nem tudtam, hogy miért nem látok rendesen. Kérlek, hogy figyelmeztessetek, mert erőltetem itt a szemet. Szemüvegetem. Ha itt van, akkor fölveszem. Egy zokni van már itt, tehát nem. Szemeim vannak, de nem látok velük. Füleim vannak, de nem hallok velük, csak a sapkát tartják a füleim. Hát, baj van, valószínűleg otthon felejtettem, igen, ez történt, hogy otthon felejtettem a hemügét. Nagyon jó. De még egy kicsit jobban látok a felette kinéze. Nem jó nekem, köszönöm szépen. Ott van felette. Na hát ez volt, ami miért nem láttam jól, de nem tudtam, hogy mi történt. 60. rész. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Mert ímé sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a neked feltámad fényességhez. Emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, leányaid ölben hozatnak el, akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg, és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jön a népeknek gazdagsága, a tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind a Sebából jönnek, aranyat és tömjét hoznak, és az Úr dicséretét hirdetik. Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebájót kosai neked szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem. Kik ezek, kik repülnek, mint a felleg, és mint a galambok dúcaikhoz. Igen, engem várnak a szigetek, és elől jönnek Tarzisz hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, és ezüstjüket és aranyukat azokkal együtt, a te Urad és Istened nevének és Izrael szentjének, hogy téged megdicsőíted. Az idegenek megépítik kőfalaidat, és királyaik szolgálnak néked, mivel haragomban megvertelek, kegyelmemben megkönyörültem rajtad, és nyitva lesznek a kapuid szüntelen éjjel és nappal, be nem zárattatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek, mert a nép és az ország, amely neked nem szolgál, elvész, és a népek mindenestül elpusztulnak, Libánon ékessége hozzád jön, Ciprus platán, Sudár cédrus mind együtt szent helyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítsem, és meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad talpainál minden megutálói, és neveznek téged az Úr városának, Izrael szentje Cionának, ahelyett, hogy elhagyott és gyűlölt voltál, és senki rajtad át nem ment, örökkévaló ékességé teszlek, és gyönyörűségé nemzetségről nemzetségre, és szopod a népek tejét, és a királyok emlőjét szopod, és megtudod, hogy én vagyok az Úr, megtartód és megváltód Jákobnak erős istene, rész helyett aranyat hozok, vas helyett ezüstöt hozok,
és a fák helyett rezet, kövek helyett vasat, és teszem fejedelmeiddé a békességet, és elöljáróiddá az igazságot, nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívott kőfalaidnak, kapuidnak a dicsőséget, nem a nap lesz néked többé nappali világosságod és fényességül, nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed, napod nem megy többé alá, és holdat sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad, és néped mind igaz lesz, és a földet mind örökké bírják, lántáláson veszőszálla ők, kezeim munkája dicsőségemre, a legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr idején hamar megteszem ezt. A gyönyörű szép ígéret, ami vigasztaló üzenettel tölti be azok szívét, akik most Mózes idejében honfoglalóként készülnek Isten áldásainak a átélésére, számbavételére, és arra az örömre, hogy oda tartoznak az Úrhoz. Hát akkor még sebesen a szinopszis nyissuk ki. Wow, félek, hogy a szemüveggel együtt azt is otthon felejtettem. És lőn, tényleg otthon felejtettem. Nem tudná valaki kölcsönadni a szinopszisát? De. Nagyon szépen köszönöm. Mert hogy ugye a 142, 3, 4, 5 volt belőle, csak azért kérem el, hogy aztán utána megegyezzünk, hogy hol folytatjuk. Ugye a 142 volt, 12 tanítvány kiküldése. Na most, de Jézusnak ezen kívül is voltak tanítványai, 70 tanítványa is volt, és ezeket az embereket kettesével kiküldte, nem szoktak magányos térítők menni. Eleve ugye az iskolában és a jesivában nem egyedül tanulnak soha zsidó fiatalok, hanem kettesével. Mindig megvitatják egymással, és kérdezgetik egymást, és kiegészítik egymást, és ebben a párbeszédben alakul ki a dolog. Na most, ha elmennek, hogy az embereket az egyisten hitére térítsék, akkor is kettesével mennek. Nem mindenkinek tudjuk a párját, de majd előkerül a névsor is, ami nem feltétlenül egyezik Máténál és Lukácsnál. Ezt megpróbálják a teológusok kiegyenesíteni, ezt a problémát. De itt most csak a kiküldésről van szó, nem csak arról, hogy mit mondjanak, hanem arról is, hogy mit csináljanak, és arról is, hogy hogy jelenjenek meg az emberek előtt. Na most, a gyógyítás az mindenképpen feladatuk, tehát ezzel kezdődik. Hatalmat adott nekik, most nézzük a Lukács szövegét, az ördög fölött, tehát a megszállott emberek életének a helyre billentése, hát lehet azt mondani, hogy ez egyfajta pszichológusi, esetleg pszichiátriai munka volt. A megszállott emberek, akiknek valami fölborult a belvilágában, és akik áldozatai lettek valami belső kényszernek. Gyuri, mondj erről valamit, hogy ez mi? Vagy Annát kérjük, még ez a inkább Judit, mondjad, hogy hogyan van ez, mit tudtok csinálni azzal, akinek ilyen, hát régen ugye mindenre, amire nem volt magyarázat, azt mondták, hogy az ördög megszállott. Igen, hát
sokféle dolog lehet, amit skizofrén tünetek. Lehet egy valóban egy súlyos kényszeres tünet és személyiségzavar, tehát sok minden ennek a... Mennyi az, ami ebből gyógyítható? Ugye nyilván nem ráolvasás volt, ott sem az egyetlen, megnevezünk téged, gonosz lélek, takarodj. Lehet, hogy ezt is mondták, de azon kívül ez egy terápia is lehetett, ugye? Igen. Hogy működik ez? Tehát hogy tudod elérni, hogy egy kényszeres ember valahogy elkezdjen normálisabban viselni? Hát ez egy komplex terápia, egyrészt gyógyszer, másrészt egy pszichoterápia, egy úgynevezett kognitív viselkedés terápia, amivel az egész gondolkodását és viselkedését ez egy meghatározott számú órában, tehát egy... Tehát ez nem megy egy ülésben? Igen, hát ez legalább 10-12 alkalommal vagy többen az egész gondolkodását, viselkedését, tehát programot és ezeket a gondolatokat semlegesíteni. Igen. És megtanítani őt, magát, a pacienst, hogy mit kezdjen ezekkel. De a gyógyszer is nem jelentősen hozzátartozik. Gyerekként sok ilyen gyerek van, és vannak abszolút erre pozitív példák, hogy nagyon szépen ki lehet hozni a gyerekeket. Mi történik? Mit csinál a gyógyszer? Hát ezeket az agyi bioaminok, agyi immunrendszert átvitelben szerepet játszó bioaminokra tud hatni. Úgyhogy hát ez egy biokémiai folyamat is, és tulajdonképpen azt mondják, hogy a pszichoterápia ugyanott hathat, tehát ugyanúgy a ingerület átvitelre tud hatni maga a pszichoterápia is. Azon kívül, hogy van egy racionális része is, amit meg lehet tanulni, de hogy az agyi folyamatokra is tud hatni közvetlenül a pszichoterápia is. Ha százalékban kell kifejezni, akkor egy érintett beteg ember személyiségében hány százalékos változás lehet? A száznak vesszük azt, amiben éppen van, mikor hozzád került. Hát teljes száz százalékos? Nem tudom, hogy nem százalékban van, aki teljesen ki tud ebből jönni. Van olyan gyerekpaciensem, gimnazista korában kezeltem hosszú ideig súlyos kényszeres tünetekkel, végén pilóta lett belőle. Húha, utaztál azon a repülőn, ahol ő volt a pilóta? Nem, de egy nemzetközi légitársaság pilótákat, teljesen egészséges embereket vesznek fel, nem tudom, hogy mennyire kellett ezt közölni, hogy milyen előzményei voltak, de ez egy ez nagyon pozitív kérdés. Sok-sok ilyen gyerek, és hát van olyan, akinek vannak valamilyen maradvány tünetei, azt mondják, hogy azért van egy ilyen kényszeres személyiség, ami valamilyen szinten megmarad, de hogy ez a mondjuk átlag vagy normál keretek között maradhat. Van, akinek egész életén át gyógyszert kell szedni? Igen, de mondjuk ez a kényszeresekre kevésbé, amely is lehet a mondjuk a skizofréniában inkább ott egyértelműen, és ott azért vannak skizofrénát egy olyan egy viszonylag nagyobb, vagy valamennyi beteg, akit viszont nem lehet ebből kérni, pedig a mai gyógyszereknek a nagy részt modern gyógyszerek azért lényegesen többet tudnak tenni, mint régenben, azért most is van olyan, engem is meglepettem, például szembesült, hogy mindig van olyan, akinél maradnak a tünetek elég súlyosan. De valamilyen együttműködésre rá lehet bírni, vagy legalább arra, hogy kezelésre járjon, ugye? Hát igen, ha rá lehet, azért olyan is van, hogy nem. Nem lehet. Nagyon baj van.
Hát voltak ilyen esetek itt is, amit nem tudtak a tanítványok kezelni, de minden esetre ez fontos tennivalójuk volt, hogy a megbillent felvilágú vagy személyiségű embereket ne kerüljék el, hanem gyógyítsák. Hirdessék az Isten országát emellett, és hogy ezt hogyan tegyék, az egy érdekes felsorolás. Tehát ne vigyenek magukkal váltóruhát, sőt, semmit ne vigyenek az útra, még botot se, tarisznyát se, se kenyeret, se pénzt. Két-két alsó ruhátok se legyen. Eszembe jut néha hogy Teréz anyának a vagyona, ami egy reklámszatyorban elfért. Ott volt egy darab váltás fehér, nem mi azt hiszem, és kész. Fésű fogkefe is, ámen. De mit azt mondaná itt Jézus a tanítványainak, hogy még ilyet se vigyetek, érdekes kísérletet csinált egy angliai férfi egyszer. Teljesen üres zsebben nem ment, de azt hiszem 10 font volt nála. És elindult a kutyájával, hogy bejárja gyalog Angliát, és ezt akarta tesztelni, hogy lesznek-e olyan emberek, akik őt meghívják, vagy beengedik aludni, meghívják egy kávéra, egy falat ételre. És amikor véget ért, ez közel egy évig sétált, így a kutya kidőlt közben mellől, azt haza kellett küldeni, mert nem bírta a kutya. Ő aztán egyedül gyalogolt így végig, akkor 10 fontja volt változatlanul. Hát néha hozzá kellett nyúlni, de valahogy mindig visszatöltődött a dolog. És borzasztó érdekes volt az út így tarisznya és mindenféle egyéb eszköz nélkül. Egy érdekes kísérlet, hogy úgy vegyük fel a kapcsolatot az emberekkel, és próbáljunk hatni, rájuk felébreszteni bennük a vendégszeretet, a segítőkészség gondolatát. Ezt lássátok ebben, hogy ez volt, ami ezeknek az apostoloknak az egyik feladata volt, tulajdonképpen zsidó vándor prédikátorok voltak, akik azt az elvet vallották, hogy nem az a nagy adomány, hogy ha adunk, hanem a nagy adomány az, ha valaki kiszolgáltatja magát nekünk arra, hogy adni tudjunk. Tehát a kiszolgáltatott ember, akit meg kell alkalmasint etetni, vagy be kell hívni éjszakára, kell neki adni egy kesztyűt, vagy nem tudom én, pohár vizet, ez a legminimálisabb dolog. Az egy médium, akin gyakorolhatja az adakozó ember azt, hogy milyen jó adni, hogy jobb adni, mint kapni. Tehát legyetek ilyen próbababák, akikre az emberek ráaggatják a maguk jó, tehát azt tanítsátok meg a megjelenésetekkel, hogy mindig annyit kell csak valakinek segíteni, ami ahhoz a naphoz kell. Tehát nem gyűjtögettek papzsákban, azt tudjátok milyen papzsák, az a papi ruhának egy olyan belső zsákszerű zsebbe, amiben egy malac is elfért. Tehát egy süldő malac befért a papzsákba, és ott himbálózott. Nem látszódott kívülről, hogy mi van benne, a telhetetlen papzsák az, amiben minden belefért. Belefért kenyér, malac, pénz, mindenféle, egy olyan hosszú, belső zsákszerű zseb volt a reverenda alatt, amiben gyűjtögették a dolgokat. De itt, mintha azt mondaná, ti ne gyűjtögessetek, hanem egyétek meg, amit kaptok, és ne járjatok házról házra, hanem ahol befogadnak, menjetek be oda, és inkább helyből jöjjenek oda, akik szeretnének titeket hallani, mint hogy házról házra járva
ne szerezzetek aranyat, ezüstöt, se részpénz övetekbe, se tarisznyát az úton, se két sarút, felső ruhát, botot, méltó a munkás a kenyerére. Tehát dolgozzatok meg azért a napi ételért, amire meghívhatnak, és öröm lesz benneteket meghívni, ha jól csináljátok ezt a dolgot. Nagy kitüntetés az, hogyha valaki egy ilyen vándorprédikátort meghív. És akkor azt hiszem az utolsó, hát nem, igen. Mert mi volt a jelentősége? Az egy bázis, tehát hogy ne az legyen, hogy délelőtt, délután ott, tehát ide-oda mászkálva, hanem amikor ugye egy helyre többnyire egy napot szántak. Hát ha egy napig ott vagytok, akkor ne azzal terjen el az idő, hogy ide-oda mentek a házakba. Most mondok valamit nektek, hogy én minden szerdán szoktam az oltalomban áhítatot tartani. Egyet a kórházba, egyet a nappali melegedőbe, hogy úgy mondjam, és egyet a fűtött utcán, mert ezek helyben egy kicsit távol vannak egymástól, és nehéz összehozni ezt a három társaságot. Most legutóbb én mindig a férfi földszinti kórterem, ott vannak a legnehezebb helyzetben lévő, ott tartom mindig meg a kórházi áhítatot, és szemben van vele a nőknek a szobája. És beszóltam az ablakon, hogy akinek van kedve, jöjjön, de nem jöttek. Aztán mikor elmentem, akkor mondta az egyik nő, hogy miért nem jöttem be, ő hozzájuk is. Mondtam, hogy ez így nem megy, hogy mindenkinél tartsak egy áhítatot, akit érdekel, az jöjjön át. Most itt is így volt, hogy az is egy dolog, hogy valakinek a háza körül nagyon sok ilyen imaház volt itt a háború előtt, legalább 70 volt a 8. kerületben, 70 ilyen ima szoba volt, valaki befogadta a lakásába, mondjuk a pékeket, szűcsöket, nem tudom én, patkolókovácsokat, ezek összeszaladtak mindig reggel, megimádkoztak, ahogy ezt Szabolcsban mondják, megimádkozunk, és akkor utána mentek dolgozni együtt tovább. X-nek bementek a házába, és ott imádkoztak. De nem jöttek hol ide, hol oda, hol amoda, hanem ez úgy lassan kialakult, és erre bátorítja. Ez egy praktikus tanács, hogy valahol bementek, maradjatok ott, és ha valaki valamit akar, jöjjön be. Jöjjön oda, és maradjatok addig ott, amíg úton vagytok. Herodes és a nép vélekedése Jézusról, azt gondolja Herodes, hogy keresztelő János feltámad a halálból, és elindul egy kis vita arról, hogy ki ez a keresztelő János. Ugye keresztényesen hangzik a keresztelő János, de hát amit ő csinált, az nem keresztény értelemben vett keresztelés volt, hanem ez egy zsidó ceremónia volt, a pogányságból betérőknek volt kötelező elmenni és a mikvében, vagy valami élő folyóban megmártózni, lezárni ezzel a múltjukat. És ez a János zsidókat hívott, nem azért, hogy kikeresztelje őket, hanem hogy bekeresztelje még jobban. Ez a szív szerint való, a szív körülmetéletlensége, ez egy képtelen kép, mert hát nem lehet, nem egy szívoperációról van szó, hanem a brisznek, a szövetségnek a megkötése, ami nem egy külső valami, hanem belül a lélekben megy végbe, akkor is, hogyha látszik kívülről. Ugye a megfürdés az még kevésbé megszárad az ember, és aztán egy idő múlva újra fürödnie kell. No, és hogy ez a János, akit most megtudjuk a következő, a 44. szakaszban, azt Heródes, nem a nagy Heródes, hanem annak az egyik leszármazottja, aki elszerette a testvérének a feleségét, vagy az asszonyt adták kézről kézre. Ugye egy olyan nő volt, akivel hol egyik, hol másik bújt ágyba. Keresztelő János
kritikát gyakorolt, és azt mondta Herodesnek, hogy ezt nem szabad csinálni, ilyet nem csinálok, ez nem illik, ez elfogadhatatlan, és ezért bebörtönözték, és végül az asszony, akit ugye hát vérig sértett, hogy Keresztelő János beavatkozott az ő magánéletébe, érte el, hogy egy napon eljött az a pillanat, amikor az asszonynak a lánya, a kis Seródiás, kis hercegnőcske, vagy Salomé, bocsánat, igen, Salomé táncolt, egy erotikus táncot mutatott be Herodes és a vendégek előtt, ez annyira megbolondította ezeket a hígatyú férfiakat és élükön Herodes, kijelentette, hogy a királysága felét is, ami hát nem volt egy nagy dolog, mert negyedes fejedelem volt, csak az ország negyede fele uralkodott, kész oda áldozni ezért a táncért, kérjen amit akar, és az asszony azt súgta lányának, hogy kérje a Herodes fejét egy tálcán. Ugye ezt szeretik megfesteni, vagy szerették megfesteni. Elég borzasztó, ugye? Nem, ja, hülye vagyok, Herodes. János fejét, nem tudom, mit beszélek, szóval János fejét egy tálcán. És a király pedig közben rájött, hogy kár volt Herodes bebörtönözni, mert igazat beszél, és minden értelmes zsarnoknak jól jön a kritika. Mert az értelmes zsarnokok is szeretnék tudni titokban, hogy mennyit ér az ő királyságuk, és ezért készülnek titokban olyan felmérések is, amelyikből pontosan tudják, hogy hol tartanak, és az nem szokott kiszivárogni, vagy nagyon ritkán szivárog ki, hanem amit elmondanak a nyilvánosságnak, az nem igaz. Készül egy másik felmérés is, ami közelebb van a valósághoz, de ezt nevezhetnénk Keresztelő János felmérésnek. A piros bizalmas lesz benne, igen. Tanítványok pedig visszatérnek, némelyek örülnek, mert sikerült a dolog, mások húslakodnak, mert eredménytelen volt az útjuk. Na most nézzük akkor, hogy szeptember 4-én mi lesz az olvasmányunk. Szeptember 4-én, bocsánat, egy hatalmas tennék, egy tolla. Szeptember 4-én a Tórából való olvasmányunk, a heti szakaszunk, 5 Mózes 29.9-től a 30.20-ig, 30. fejezet 20. verséig. Tehát 5 Mózes 29.9-től, 5 Mózes 30.20. részig. Ennek a haftárája az Ézsaiás 61.10-től 63.9-ig. Ézsaiás 61.10-től 63.9-ig. Tehát 5 Mózes 29.9-től 30.20-ig, Ézsaiás 61.10-től 63.9-ig. Na most nézzük a Jeremiásból a 10. A 10.11. Legyen a 10.11, jó? 10.11. És a szinopszisból pedig a 46. És a 47, jó? 146, 147. Jó.
Köszönöm szépen. És akkor majd miközben megkóstoljuk a palántot, megkérjük Isten, majd hogy ő beszéljen nekünk arról, hogy mit csinál, hogy remete életet érte, hogy valójában is látok, példájul. Szász Mihályra vagyok, jelenleg Temesváron élek, van egy 2,5 éves kislányom, 4 éve költöztem Temesvárra. Előtte az Országos Agriképző Zsidó Egyetem doktoriskolának voltam a titkárnője, 3 évet éltem Izraelben, és jártam már Gábor gyülekezetében, Békésmegyeren. Örülök, hogy most itt lehetek. Szóval Ez nem egy formális keretek között végzett dolog, hanem online van egy tanítványom Bukarestben, egy baptista hölgyöt tanítom éveket. Mikor mennyiért tanítasz valaki kérdőt? Tessék? Mennyit fizettünk ez a diákot? Körülbelül 3000, 2000 forintnak megfelelő román lejt. Egy óráig? Igen. Tehát 2000 forintnak az óra. Igen. Az nagyon-nagyon barátom. Igen. Lehet neked lejjben is fizetni? Hát Romániában a hivatalos pénz nem lej, úgyhogy igen, természetesen igen. Kedves hívek, sajnos elfogyott a... Most vettük észre, elfogyott a... Bizony. Wow. Hát ezt legközelebb orvosoljuk. De igen, ezek vagyunk.